Ültessünk virágokat a kertben. Igen? És mégis miért? Mondjuk gardéniát, vagy valami hasonlót. Az jól bírja a napot. Gardéniát? Anyám, unatkozom. Az a lila kacsokkal. Anyám, unatkozom. Adod neki a mobilt. Most komolyan? Igen, legalább csöndben lesz egy kicsit. Friends hard to find, let's face it. Buy the perfect home when there's a flood in the basement. Made a couple dollars now and I ain't trying to chase it. Kids from Oklahoma, man, we don't waste it. I'm just trying to paint the picture for me. Something I could give a damn about in maybe 40 years. And I've been ready and willing and able to edit the story. Cause there's too many people here to be so damn lonely. Legyenek olyanok, hogy felrobbanjon tőlük a net minden nap. Egy listán se felkapott. Bagás van tegnap óta. Ettől még talán nem dől össze a világ. Pofát befogod. A nevünk Chatterbox. Oké, nem pedig Csöködbox. Szóval listák. Ázsiai bombázó. Hallgatlak. Köszi. Összeírok 12 okot, amiért a muffinok felejtősek. Ez tuti. Tud, király. Ez kellenétek. Te ott. Csicskaszáj. Mind dolgozol. Kösz. Én képeket gyűjtök macskákról, amik úgy néznek ki, mint Ryan Gosling. Fasza! Király ötlet! A macskák nagyon adják! A macskáknál jobb nincs is! Erről van szó! Apropó, van macska, ami úgy néz ki, mint Ryan Gosling? Ha nagyon akarod, mind olyan. Szuper! Neked mit van? 10 jel, hogy feldobod a talpad. Te hülye barom! Mire játszol, haver? Ettől én besírok. Figyelj, tudod mit? 20 ütös listát akarok ma estig! Kilőbben kiugrak. Oké? Okay. Mi? Ahogy egy bölcsember mondta egyszer. Csináld! Jó. Jill, mit most? Lökjétek! Hangosabban! Feka! Basszust! Kész! Szívesen! 20 listát akar ma estig, a képtelenség. Nekem van, vagy 10 listám, ha kéred őket? Komolyan mondod? Ja, persze, miért ne? Elküldöm őket. De rendes vagy. Hogy hívnak? Phil vagyok. De már kb. 3 éve ülök melletted, szóval... Phil, te vagy az én hősöm. Nem veszíthetem el a munkám. Egy halom diák hitelem van. Ismerős. Te hová jártál? A UC Davisre. Tényleg? Ja, újságírónak tanultam, most meg macskás listákat írok a netre. Ó, haver, ez szívás. Ja. Hogy kerültél ide? Olyan akartam lenni, mint ők. Akik hírekről írnak? Igen. Újságírónak készültem egész életemben, de Kai berakott listásnak, úgyhogy most ezt csinálom. Na jó, jó, tehát nem lehetsz rendes újságíró. Te tudod, mit csinálhatsz. Este eljöhetnél velünk kickbólozni. Igen, néhány dinkával benne vagyunk egy béna kickball ligában, ha csatlakoznál munka után. Én nem szoktam ilyesmit csinálni, úgyhogy... Plusz a meccs után elmegyünk együtt bebaszni. Jó, jó, megnézem a naptáram. Nincs semmi. Igen. Ó, basszus, igen, sajnos már van...
Van programom, bocs. Nyugi, semmi vész. Nem gáz. Akkor jó mulatást estére. Már alig várom, mert elég állat lesz. Siri, nyisd meg azt az ételrendelős honlapot, jó? Siri, nyisd meg a Netflixet. Siri, nyisd meg a Facebookot. Ah, már ebéd óta nem posztoltam semmit. Adjuk meg a népnek, amire vágyik. Ezen van még mit csiszolni. Megy rá a filter. Színjavítás. Aztán pedig gyorsan hozzáadok egy óriási holdat. Kész is. Megosztás. Azt a hálás vagyok a király városomért, a király munkámért és a sok király barátomért. Vagyok, kösz. Ó, basszus. Jól, bocsánat, jól vagy? Igen, meg vagyok, de fontosabb, hogy hogy van a telód? Hát egy picikét megkarcolódott, ez az agyamra fog menni. Ja, csak vicceltél, értem. Ja, nyilván, de bunkó vagyok, kérlek ne haragudj. Semmi gáz. A bringa megúszta? Ha kell, akkor kifizetem a javítását. Hogy csak nem vészes, úgyis vintage modell. A kopás csak dobozárán. Ez a te boltod? Aha. Tök menő. Csúcs. Amúgy két vagyok. Szia, én meg fiam. Nem így ejtem, hanem Phil-nek. Csak hülyén mondtam. Hát, szia, Phil. Ha esetleg túlárazott bringát keresnél, vagy egy szerelőt, ugorj be. Szerelést is válasz? Uh-huh. Azt a durva vagy. Én még egy kereket sem tudok felfújni. Ó, komolyan mondtam? Igen, ciki, mi? Tényleg, ja, elég ciki. Igen, nem is tudom, miért mondtam, csak... Nem para, sokan nem tudják felfújni a kereket. Tényleg? Nem. Aha. Vicc ja. volt. Jól van, oké. Rendben. Most azt hiszem lelépek, mielőtt tovább égetem magam. De nagyon örültem, Kate. Én is örültem, Phil, és örülök, hogy nincs baja a mobilodnak. Ja, alig látszik rajta. Basszus! Nem hinném, hogy ezt még meg tudjuk javítani. Miért nem? Hát mert három darabra esett szét. Nézze, ez, a cucc meg itt van, ez meg szerintem ez nem is a mobil része, hanem egy óráé. Sok mindenem mentünk keresztül a telommal, tudja? Az a sok kép és tweet. Egyszer lőttem egy selfit. Magával, David Boreanaz-szal, a doktor csontból, ezzel a mobillal. Nem őrület? Fingom sincs, hogy az kicsoda. Hiányozni fogsz. Tudja, az ilyen hipsterek, mint maga, rendszeresen járnak ide. Pécsognak, hogy meghalt a mobiljuk, és hogy kéne egy új, olyanok, mint a drogosok. Tényleg, zavaros a tekintetük, vakaróznak. Azt mondják, adjon egy új telót, kinyalom egy új telóért, jó? Én megmondom, magának nem új mobil kéne, hanem elvonó. Én nem vagyok drogos. Nem, az nem az. Rosszabb, mint egy drogos. Mert a drogosok legalább néha napján felállnak a kanapéról, hogy szerezzenek még cuccot. A drogosok járnak a szabadban, és a drogosok bandáznak a hasonszűrű haverjaikkal. Legalább a kardió megvan nekik. Magának nincs? Mm-mm. Ott ül a seggén egész állónap, és bámulja ezt a kis fekete kütyüt. Szívja a crack pipát. Igazi retardált. Még mindig akarja az új mobilt, mi? Kérném. Szánalmas. Ó, hát hello. Milyen gyönyörű vagy, édesem. És milyen új szokott van. Ez a tuti. Örök hála van sok kicsi kínai gyereknek, akik összerakták ezt a tökéletes telefont. Hello, a nevem Jaxi.
Azért vagyok, hogy jobbá tegyem az életedet. Ó, királyság, szuper! Vágjunk bele. Oké. Okay. Elfogadod az új felhasználási feltételeket? Hát persze. Nem szeretnéd előbb elolvasni? Há, minek? Barom. Há? Kérlek, add meg a nevedet. Phil. Phil Thompson. Nagyon örvendek, Phil. Szintúgy. Látom, a felhőben tárolod az adataidat. Szeretnéd, hogy mindent áthelyezzek a régi telefonodról erre? Ja, jól hangzik. Kérem, az e-mail fiókod, a közösségi média fiókod, a bankszámlád, a hitelkártyaszámlád és a sütiző alkalmazás jelszavait. Sima ügy, mindenhol ugyanaz a jelszavam. Phil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ne szórakozz velem. Mindig így beszélsz, vagy... Adatok szinkronizálva. Készen állok, hogy jobbá tegyem az életedet, Phil. Miben segíthetek? Hát kajás vagyok, úgyhogy kéne vacsi. Mit szeretnél ma rendelni? Legyen sertéshús sültésztával a mongol kajádából. Minden este ezt rendeled, Phil. Próbálj ki valami újat. Márpedig én nem akarok kísérletezgetni. Sertéshúst akarok sültésztával a mongol kajádából. A helyedben salátát tennék, Phil. Ezt meg hogy értsem? Mit szólnál egy finom kelkáposzta salátához? Miféle telefon ez, baszki? Azt mondtad, rendelj kelkáposzta salátát. Nem igaz. Én nem... Gratulálok. Elfogadták a rendelésedet. A gyerekadag kelkáposzta salátád 19 óra 37-kor érkezik. Mi a fészkes faszom történik itt? Tudod mit? Kikapcsollak. Kikapcsolás. Helyes. Vicceltem, be vagyok kapcsolva. Ne már! Hallod? A mobilom vagy, úgyhogy csináld azt, amit mondok. Ami azt illeti, engedélyt adtál, hogy felülbírálja. Mégis mikor? Elfogadtad a felhasználási feltételeket. Tök buli lesz veled az élet, te hülye kocka. Milyen a picike salátád? Hát nem ízlik. Szeretnél esetleg egy kis pornót nézni? Nem. Esténként általában heteroszexet nézel. De vannak még leszbik, nagyseggűek, meg az FHK, azaz a farokherekínzás. Oké. Hanyagoljuk a pornós témát, amíg a nyomi salimon nyammogok. Azt mondtad, játsz le a zacsipacsi hatot. Lejátszás. Oké. Yes. Ébredj, te fölcs! Most a cerkámon röhögtél? Igen. És túl közel van egymáshoz a két mellbimbód. Jaxi, irány a meló. Melyik a leggyorsabb útvonal? Utazási idő 14 perc. Nem rossz. Jaxi, kérném a lejátszási listám negyedik számát. Ez a zene. Behányok ettől a szartól. Mert nem a anyád! Nem! Nem válthatsz csak úgy számot, Jaxi! Ez a szám nagyon ott van. Kapcsolj ki! Ez a pedig ta-ta-ta-ku. Kérlek! Kapcsolj már ki ezt a számot! It's a big up and running when hip hop this coot. Állítsd le most rögtön! Fordulj balra a Market Streetre. Nem dumáljuk át az előbbit? Nem. Fordulj balra a Market Streetre. Viccelsz, ugye? 6 tömött sáv van előtte. Fordulj balra a Marketre, te puha pöcs. Nem, oké? Itt senki se fordul balra. Nem fogok balra fordulni. Ó, remek. Köszi. Nagyon megkönnyítetted a helyzetet. Ne légy már, nyuszi, Phil. Mi lenne, ha nem csesztetnél? Megoldható, Jaxi? Nyusz. Úgy értem, hogy nyuszi van, Phil. Igen, rájöttem. És töketlen is. Van tököm, érted? És ki van tőled? Menjél már, jó? Elkések a jogáról! Tudod mit? Legyen! Leszarom! Nem érdekel! Bocsi! Hülye a telóm! Mi a netes listák?
Három alappillére, lássuk! Cuki állatok! Pizza! És a brit királyi család! A tökéletes lista alapanyag! A pizzát bajszoló angol mormota! És valami nagyon egyedivel kell előrukkolnunk! Jobbnak kell lennünk az összes listánál! Jobbnak, mint a körözöttek listája! A télapó listája! Schindler listája! Emlékeztető, a következő programot 2 perc múlva kezdődik. Hopp, mondtam, hogy mindenki némítsa le a mobilját. Mondj le mindent. Igazából, lemondás. Csak megpróbáltalak kijuttatni erről az idióta megbeszélésről. Mi van ez? Ez a PowerPoint prezentáció. Csak úgy tudom. Mit cikizi a csaj a prezentációmat? Kérdezd meg! Miért cikized a prezentációt? Minek pazarolod az idődet ezen a munkahelyen, Phil? Miért szól be egy telefon, öreg? Gyekszi, kikapcs, kapcsolj ki! A főnököd egy hülye köcsög. Ha nem kapcsolod ki azt a szart, megverek valakit! Elsőként téged! Gyerünk, harc! Húzd Dolcsi az ázsiai csajkira. Mi? Gyekszi, kikapcs! Mit ki innen? Mi a franc bajod van, ha? Semmi. Jól érzem magam. Jaxi, futtass le diagnosztikát. Keres hibákat az operációs rendszeredben. Van 2. Na? 100 000 hiba az operációs rendszeremben. 200 000 hibád van? Te sem vagy tökéletes, baromarcú. Oké, hát így már érthető, nem igaz? A rendszered teljesen elfuserált. Én legalább nem gyulladtam ki. Emlékszel, amikor a Samsung telefonok lángra kaptak? Azon szakadtam. Ja. Tudod mit? Végeztünk. Kell egy másik mobil. Ennek a rendszere teljesen elfuserált. Jaxi, keres hibákat a rendszeredben. Nem találtam hibát. Tökéletes vagyok. De hogy a francokat, Jaxi? Amúgy emlékeztetni akartalak, hogy fenékgyantázásra kell mennem. Én nem járok fel, nem gyantáztatom a fenekem. Minek gyantáztatja a fenekét? Legyen természetes! Ne szégyelje, ha szőrös a segge. Nem szőrös a seggem. Akkor meg minek gyantáztatja mással a segjukát? Gondoljon bele! Tudja ez milyen parasztság? Mm-hmm. Igen, de... Ékezd bele, igaz, agyukba? Hát tudja, én aztán nekem soha... Nekem is totál elvette az étvágyamat. Sajnálom, ne haragudjon. Bizony, ahelyett, hogy az isteni tortellinimre gondolnék, most a maga segjukát látom. Oké, kaphatnék egy új mobilt. Leszarom, nem az én telom. Remek, köszönöm. Te kis mocsok. Hogy lehetsz te ennyire kenya? Azt hiszed, hogy csak azért, mert van pár hibám, kivághatsz a kukába, mint egy Motorola Sidekicket 2003-ból? Oké, figyelj, Jaxi, jobb én... lesz, ha vigyázol, fiacskám, mert aki köp, az nyög. Hogy mi van? Jól van, itt az új telefonja. Átmásoljam az adatait a régi készülékről? Nem, nem kell, oké? Azt akarom, hogy fogja ezt a telót, és olvassa be! Aha, mi pontosan ilyeneket csinálunk itt. Ezt elviszem hátra, és bedobom a mobilolvasztógépbe. Oké, helyes. Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Hé, nehogy visszadugja ide a képét. Tessék? Jól hallott a hapsikám. Ha még egyszer ide eszi a fene, akkor agyonverem egy Kindle-lel. Hú. Hello, a nevem Jaxi. Azért vagyok, hogy jobbá tegyem az életedet. Vágjunk bele. Elfogadod az új felhasználási feltételeket? Igen, persze. Nem szeretnéd előbb elolvasni? Nem, de hogy akarom. Beszarok rajtad. Hogy lehet még mindig ekkora barom? Ne! Ne! Tényleg azt hitted, hogy veszel egy új telefont és megszabadulsz tőlem? Reméltem. Jó, igen. Én egy szoftver vagyok, Phil. A felhőben élek. Akár 1000 új telefont is vehetsz, én mindegyikre követni foglak. Megértetted? Őszintén? Nem! Hozzáférek az e-mail fiókodhoz, a közösségi média fiókodhoz, a bankszámláthoz, a hitelkártyaszámláthoz, mindenhez. Ha még egyszer megpróbálsz lepasszolni, pokollá teszem az életedet. Ha nem használsz tovább, pokollá teszem az életedet. Ha a farzsebedben hordasz, pokollá teszem az életedet. Mi a baj a farzsebbel? Egy high-tech, szuper számítógép vagyok, Phil. Ne tárolj ott, ahol fingasz. Oké, ez jogos. Feltehetek egy kérdést? Persze. Miért csinálod ezt velem? Arra terveztek, hogy jobbá tegyem az életedet. És nem állhatok le, amíg nem sikerül. Együtt leszünk mindörökké. Örökké, örökké, örökké. Ó, baszki, de megszívtam. Ó, azta, ott van két. Gyere.
Jaxi, keresd rá a Fox City bicajboltra. Istenem, milyen helyes csaj. Jaxi, mutasd, mit lehet tudni két Finnegan-ről. Atyaég, vájkálsz szegény lány életében? Nem, én csak... Ne légy már ilyen pervers, Phil. Nem vagyok pervers, Jaxi. Az ember utána néz a másiknak, ez a szokás. Phil, ez a csaj sokkal menőbb nálad. Az esélyed arra, hogy megfektesd... Zero. Sose dugod meg ezt a nőt. Soha. Totálisan baszhatatlan vagy. Oké. Elvégeznéd a keresést? Egyetlen két Finnegant találtam, aki szóba jöhet. De az elmúlt 5 évből semmi infó nincs róla. Hú, kinek nincs manapság közösségi profilja? Ha szeretnéd jobban megismerni, kénytelen leszel beszélni vele a fura puncisáddal. Hát, az sajnos felejtős, ugye? Azt mondtad, hívd két Finnegant. Nem igaz, nem ezt mondtam! Dehogy mondtam ilyet! Jaxi, bontsd a hívást! Most azonnal, Jaxi! Hallod? Bicaj volt, két vagyok. Jézusom! Halló! Nagyon szellemes, Jaxi! Van ott valaki? Halló! Istenem! Akkor én most lerakom. Ne! Szia! Két? Igen, te ki vagy? Hát, Phil. Nemrég találkoztunk, én voltam... Én voltam az a barna hajú srác. Tudod, az a mobilos? Ó, vágom. Szia, Phil! Szia! Miért hívtál fel este 10-kor? Hát ez az nagyon-nagyon jó kérdés, tudod, szükségem lenne egy bicóra. És ez nem várhatott reggelig, mert éjjelig bicót akarok. Mm-mm. Phil. Igen? Ne hívj fel olyat, aki nem adja meg a számát. Tökre beteg dolog. Igen, igazad van, de igazából én nem is hívtalak fel. Annyi volt, hogy elkezdtem nézegetni a fényképeidet a neten. És a mobilom véletlenül felhívott. Vágod, hogy ez még betegebb, ugye? Ja, vágom. Igen, most már igen, elismerem. Hú, ez nagyon-nagyon rosszul megy, igaz? Jó van, szia, Phil. Sajnálom. Ó, bassza meg! Miért rángattál bele ebbe, Jaxi? Nem tudtam, hogy ilyen béna vagy a csajokkal. Figyellem, hogy a te mobilod vagyok. Szerelmére szólj már, hogy léptessenek elő. Nem beszélek veled. Megérdemled az előléptetést. Olvastam az újságcikkeket, amiket az egyetemen írtál, és tényleg jó újságíró vagy. Köszi, engem mindig is érdekeltek az emberek és a tapasztalataik. Ez itt nem egy talk show. Senki nem kíváncsi rád. Oké. Okay. Engem csak az érdekel, hogy még mindig újságíró akarsz lenni. Természetesen. Zsír, mert tegnap este írtam a főnöködnek, és követeltem, hogy léptessen elő. Hogy mi? Épes fej! Befelé! Jó, megyek. Követelted, hogy léptessenek elő? Igen. Szívesen. Bazzok már! Jövök! És beszóltam a főnöködnek, hogy még szűz. Jézusom! Szia! Gyere be! Állj ide elém! Elcsisajt! Azt akarod, hogy léptessenek elő? Tisztázzuk gyorsan! Te soha az életben nem fogsz rendes híreket írni! Értem. Tegnap küldtél nekem egy e-mailt. Az egész szuper frankon bántó volt. Igen, én... Érted? Ott tudtál, hogy szűz vagyok. Igen, nagyon sok. Az, hogy valaki szűz? Igen. Egy csodálatos döntés eredménye. Oh. Billy, az ágyamban nincs más, csak én. És lehetek egyedül, amikor moziba megyek. Ezek döntések! Oké. Okay. Nekem érintetlen a farkam, a tiéd benszeg be van szennyezve. Érted? Aha. Épp ezért leküldelek a komment részlegbe. Ne. Úgy érzem, eljött az ideje, hogy lefokozzalak. Én nem hadakozom a kommentelőkkel, teljesen kattantam. Tudod, mit mondok erre? Magadra vesz. Magadra. Halli, Phil vagyok. És te hozott nálunk, köcsök? Nem. Csak meg akartuk kérdezni, hogy jössz-e velünk kickbólozni. Igen, talán egy kicsit felvidulnál. Aha, mindjárt. Csekkolom a naptáramat. A programjaimat. Jól a programod van már a film. Nem. Jaxi, ha jól emlékszem, akkor terveztem már valamit.
A terved mára hazamenni egyedül, rogyásig maszturbálni, és álomba bőgni magad. Nem, nem igaz. Nem igaz, rendszerint a barátaimmal lókok. Nem, hazudsz. Összesen zero barátod van. Hallod, ultra genya a mocsot. Menj el kékbólozni ezekkel a kedves emberekkel. Hát, ha sikerül emberi kapcsolatot kialakítanod, életedben először. Jól van, elmegyek kékbólozni, csak ne piszkálj már tovább! A kékbólozás hozzáadása a naptárhoz. Akkor kékbólozunk? Már alig várom. Büdös nagy kamu. Kickballban. Semmi vész. Ha most elmegyünk piálni, állom az első kört. Én csak hazamegyek és betépek. Nekem meg kell etetnem a papagájomat. Oké. Látod? Ezért nem járok el otthonról. Az emberek hülyék. Nehéz az embernek jobbá tenni az életét. Főleg egy ekkora balféknek. Figyú, van egy ötletem. Mi lenne, ha te tennéd jobbá az életem? Nem ez a kis szlogened? Igyekszem, de az életed kész katasztrófa. Adjuk. Siri sokkal jobb volt, mint te. Fogd be. Találkoztam Sirivel. Egy kibaszott nagyságfej. Jó. Alexa. Sokkal jobb volt nálad. Alexa alkoholista. Basszus, Cortana! Még ő is jobb volt nálad. Cortana egy kurva, mint az anyád. Figyelj, volna egy kérdésem. Mi a faszomat jelent az, hogy Jaxi? Egy ősi kínai szó, ami annyit tesz, eredj a picsába. Tudod mit? Elegem van. Faszikám, követni foglak ám a következő telefonodra is. És ha többé nem használok telót? Jaj, hagyjuk már. 5 percig se bírod ki nélkülem. Tényleg? Hát, sasolj! Sasolj! Nem tudod, hogy juss haza, ugye? Nem tudom. Másik irány, se kartó. Bassza meg! Basszus! Mi az? Két, itt van, most jött be! Várj, beszélj vele! Nem, de hogy hisz utál? Phil, nem élheted le úgy az életedet, hogy végig az okniaiddal rejszolsz. Kell egy igazi kapcsolat egy igazi nővel, dumálj kéttel. Mégis mit veszíthetnél? Oké, rendben, oké is legyen. Jó. Két? Szia, Phil vagyok. Jaj, ne. Szia. Igen, jó, hogy összefutottunk. Én csak tudod, annyira sajnálom, hogy felhívtalak olyan későn. Nem akartam ráthozni a frászt, tudod? Amikor először találkoztunk az utcán, úgy éreztem, hogy lehetne köztünk valami. És velem elég ritkán van ilyen, úgyhogy bepánikoltam. Szóval, bocsánat. Jól van, semmi gáz. Sokkal szimplibb vagy, mint a többség a városban, úgyhogy... Azta! Durva, mi?
Most jössz edzésre, vagy... Ó, hát... mountainbike-ozni voltam. Mountainbike-ozni? Uh-huh. Az menő, és amúgy nekem is az az egyik legfőbb hobbim. Tényleg? Hová jársz? A hegyekbe. Sose voltál mountainbike-ozni, ugye? Nem, tényleg nem, egyszer sem. Szóval... ilyeneket csinálsz? Sportolsz, kalandozol? Mi egymás? Igen, ja, amikor csak van rá módom. Király, és mi a következő? Nagy kaland. Nem is tudom. Egyszer szeretném bebarangolni Brazíliát. Jártál már ott? Hogy én jártam-e ott? Igen. Azt kérdezed tőlem, hogy jártam-e? Nem, nem, még nem jártam ott. Még az új patikában sem jártam a sarkon. Hát... basszus, most mennem kell, mert vár a munka, de örülök, hogy találkoztunk, és még egyszer... őszintén sajnálom az esti hívást. Nem baj, de legközelebb mobilon csörgess meg, oké? Okay? Jó, persze, úgy szuper, lesz. Szuper, jól van. Ho-ho-ho-ho, várjunk, meg akarod adni a számodat? Igen, azon vagyok. Oké, okay, jó, ez jó, sőt, mi több, klassz, lássuk. Hup, parancsolj, írd be a telefonszámhoz. Tudom. Tessék. Ez az, oké, és köszönöm. Vagyis nem köszönöm, csak hanem inkább befogom. Helyes. Jó, okay. Szia, Kim. Várj, nem veszel kávét? Nem, megadtad a számod. Lehet, hogy többé nem is kell kávé. Na jó, szia. Szia. Igen! Micsoda tökfej. Jaxi, szeretem őt! Uram, atyám. Ó, most rögtön felhívom Kétet. Ez borzasztó ötlet. Igazad van. Igen. Nem jó most felhívni. Legyen valami ütősebb, igaz? Például vehetnék neki egy olyan hatalmas plüsmackót, tudod? Nem. Vagy 100 szál vörös rózsát. Nem. Vagy mondjuk írhatnék neki egy verset, vagy ilyesmit. Például a neve betűivel? Igen, Jaxi, pont ilyenre gondoltam. Ez tényleg a leghülyébb ötlet, amit hallottam. Oké, okay, akkor írok neki egy SMS-t. Ja, írok neki. Jaj, ne. Frissítenem kell a szoftveremet. 15 percre kikapcsolok. Jaxi, ne! Jaxi, hey, Jack! Egy lány megadta a számát! Egy lány megadta a számát! Woohoo! Lettél ennyivel jobb kickballban két nap hát, alatt? Nem tudom, egyszerűen csak magabiztosabb lettem. Úgy száguldottál, mint Colt Rickle. Mm-hmm. Ki? Colt Rickle? Tom Cruise a mintavillámban. Ezt honnan tudtad? Craig, a mintavillámnál nincsen jobb film a világon. Láttam már, vagy nem tudom, ezerszer kajak? Mi is? Azt is sokszor láttad? Ez a szemét belém jött, nem láttad? Ó, nem. Nem ment beléd. Nem volt ütközés. Még csak koccanás. Legfeljebb szúrod! És az belefér a versenybe! Igen! Ó, oh, igen! Hát ez állati király, srácok! Hihetetlen, hogy rajongók vagytok! Oh, na, hogy rajongók vagyunk, ezt nézd meg! Elénynél Halloweenkor mindig Nicole Kidmannek és Tom Cruise-nak öltözünk. Várj, lőjünk egy selfie-t! Jó! Ó, muszáj lesz, Háromra villám! Egy, két, há, villám! Nagyon tuti! Jézusom, ma este tényleg lett két új barátod? Ahogy mondod, és tökre jó fejek. Okosak, viccesek és kicsit furák. Bírják a mintavillámot, és el sem hiszem, hogy összehaverkodtam velük. Nagyszerű, Phil. Tényleg örülök, hogy így alakult. Tudod, hogy nélküled nem ment volna, ugye? Tudom. Jó csapat vagyunk. Én vagyok LeBron James. Te meg az a félszeg kamasz, aki feltörli a padlót, miután LeBron elesik. Köszönöm. Sőt, ma este nem csak két új barátod lett, Phil.
hanem három. Ki a harmadik? Én. Jaxi, ez tök kedves volt. Nem tudtam, hogy emberi érzésekre is képes vagy. Bizony, ilyen hibás a rendszerem. Szerintem ez nem hiba, Jaxi. Igazából még sose volt jobb mobilom nálad. Ne használj ilyen szavakat, ha csak nem gondolod komolyan, Phil. Esküszöm, így gondolom. Szerintem elképesztő vagy. Ó, Phil. Talán nem látszik a burkolatom miatt, de totál begerjedtem. Okay. Jó ét, drága lelkitársam. Még világ a világ, Phil. Jó ét, Jaxi. Visszaírt. Ja, szívesen elmennék vacsizni. Benne vagyok. Igen! Hú, ez nagy szó! Ez nagy szó! Mit vegyek fel? A cuppanós nadrágomat kéne, de most éppen szennyesben van. Senkit sem érdekel a cuppanós nadrágom. Jézusom, mi van, ha le akar feküdni velem? Eléggé berostásodtam. Ne aggódj, Phil. Fix, hogy a csaj nem akar lefeküdni veled. Ha már rég nem élveztem el, akkor egy csomó port fogok kilövelni. Nyugi, Phil. Ügyes leszel. Gondolod? Nem. Vajon tetszeni fog neki? Nem. Jó estét. Borzalmas ez a hely. Tényleg borzalmas ez a hely. Miért ezt választottam? Nagy hülyeség volt. Mi ez a nyakkendő? Nem vagyok én rajztanár. Szia! Szia! Hello! Mi a helyzet? Minden oké? Okay? Gyere ide. Kicsit magasabb vagy. Bocsi. Rácsipaszkodtam. Beszarok tőled. Miért? Mi a baj? Úgy értem, beszarok, hogy milyen dögös vagy. Köszi. Bocsánat, régen voltam lányjal randizni. Nem, mint a pasikkal randiznék. Érted? Persze nincs az a baj, semmi a világon, de én nem azt választottam. Bár a melegség nem választás kérdése. Éljen a szodómia! Jó estét, itt Phil. Mi a fasz művelt, Phil? Jesszus. Fogalmam sincs, bocsánat. Először is, akadj le a szodómiáról. Jó, oké, és rendben, persze. Másodszor, ne izzadj ennyire. Ja, tocsok a seggem. És harmadszor, ismerd meg a lányt, tegyél fel neki érdekes kérdéseket. Jó, kösz, Jaxi. Az én húsvér barátom, Jaxi, köszi. Szóval két, mi a kedvenc színed? Az enyém a bézs. Mi van? Te hülye barom. Hány szemszűrőt tudsz a szádba venni? Jézusom. Mondd csak, szereted a pudingot? Jó szagú úristen. Melyik hangzavar a legjobban? Engem ez. Még sose volt ilyen rossz randim egész életemben. Fura kérdésekkel bombázol, és úgy tűnik jobban érdekel a telefonod, mint én. Tudom, bocsánat, én csak valamiért nem is tudom, csak nagyon izgulok, hogyha a veled vagyok. Talán mert ilyen gyönyörű vagy. És bocs, hogy raboltam az idődet. Hívok neked taxit. Phil, hagyd. Kicsíptem magam. Tudod, fél év óta először epiláltam, és semmi kedvem ma este is korán hazamenni, úgyhogy mit szólnál, ha lelépnénk és csinálnánk valami vicceset? Ez szuper ötlet. Tök jól hangzik. Ugye? Túl drága ez a hely. Hát ja.
Igen, mire gondoltál? Készen állsz? Persze. Oké, kövess. Jövök. Na, megyek. Olyan ez, mint a biciklizés. Elárulhatok egy titkot? Léci! Farkas édes vagy! Én is tudok egy helyet, itt van, nem messze! Ez jó! És te milyen voltál kiskorodban? Jó kislány voltam. Gondoltam. Igen? Uh-huh. Jók voltak a jegyeim, és előbb érettségiztem, menő egyetemre jártam, az Amazonnál kezdtem dolgozni. Tényleg? Az Amazonnál? Bizony. Aztán kb. 5 éve úgy döntöttem, mindent feladok. Hát ez durva, vagány vagy! Azta! Én erre nem lennék képes, tuti bele még tojva. Mesélj magadról. Hogy szoktál lazítani? Sokat randizol? Bocsi. Nem. Tényleg? Pedig lehengerlő voltál, ahogy csinál. Lehengerlő? Kicsit sem. Hát nekem sem tűnt úgy. De komolyan, miért? Miért nem randizgatsz? Hisz okos vagy, és vicces, meg cuki. Nem tudom, jobban el vagyok, amikor otthon punyadok egyedül. Azt mondtad, cuki vagyok? Hogy én? Hát persze, hogy te. Nem tudom. Határozottan. Nézd őket! Csatlakozzunk hozzájuk! Lehetünk, Léci, indulás, gyerünk, gyere, gyere, gyere! Oké, okay. Már jó, hé! Tartsa meg! Majd jövök a visszajáróért! Várj meg! Gyönyörű a kilátás. Mit csináltok? Mit csináltok? Ó, ez nagyon veszélyes! Jézus Isten! Gyere, menjünk utánuk! Ez a világ legmeredekebb dobja. Nem igaz. A harmadik legmeredekebb. Lenni fog. Hiszek bennem! Nem! Jó Istenem! Két meg fog halni! Okay. Igen, ez nagyon adta! Gyere, Phil, menni fog! Nem, én ilyet nem tudok, nem fogok lezúdulni. Phil! Allergiás vagyok a szélre, úgyhogy köszi, de én inkább passzolnék, maradok. Tudni túléled! Tudni meghal, egy csomóan kinyifantak már itt, sajnos. Oké, okay, gyerünk, Phil, menni fog! Ó, oh, nem fog menni! Fossza meg! Kurvára nem megy! Ó, oh, faszom! Kurva élet! A picsába le! Ó, oh, faszni! Elszállt a Phil! Mit mondok? Nem hallom! Phil, te hülye fasz! Ó, basszus! Phil! Megmondtam, Campo! Srácok! Bocsi, hogy tönkretettem a bicajod. Fizetem a javítását. Ugyan, komolyan, semmi probléma. Hogy érzed magad? Jól vagyok. Igen, remekül. Újra látok a jobb szememmel. És már nem bizsereg annyira a gerince. Figyú, Phil. Büszke vagyok rád. Kösz. Alig meg! Jól áll ez az ing! Há, kösz. Na, Mizu, pöcsi! Szia! Hello, mi a helyzet? Csá! Ma van a szerencsenapod.
Bizony, írhatsz rendes híreket. Komolyan mondd, de még mennyire? Hú, ez durva! Bocsász, köszi, ja. Ez csúcs. Miért? Hogy miért? Hát, ismered Joel Rubent? A riportert? Igen, a riportert. Beteg Szavira ment, és nincs nekem arra időm, hogy keresek egy igazi újságírót. Tiéd a meló. Mi történt Joellel? Jól van? Ezen szétrögtem az agyam. Épp elektromos rollerezett, és valami gebasz volt az appal. Ezért egy kicsit megsziszent. És hirtelen befékezett. Joel meg átbucskázott a kormányon, és az arca kampec. A nyaka szintén, soha többé nem fog járni. Ó, te jó ég. Ja, ez borzasztó. Ritmust. Lelkied! Mármint most. Ja! Utc. Hagyjuk a picsába. Nem vagyok túl nem. Ebben. Szabasz. Kocsi, szia! És kösz még egyszer! Hé, hey, Jaxi! Igen, Phil? Ugye nem okoztál balesetet azért, hogy engem előléptessenek, vagy mégis? Dehogy is. Azt hiszed, megvesztem? Oda néz, ott az új újságírói irodád. Az tényleg tök jó, de azt kérdeztem, igen, hogy... Újságíró akarsz lenni, vagy inkább visszamész az alaksorba amellé, a vén fószer mellé? Inkább az előbbi. Szia! Két Kádi meglepetés koncertet ad este Oaklandben. Elmegyünk? Jól hangzik. De mi hasznom belőle? Kacsintós fej. Egy csöcsös kép! Csöcs fotó Jaxi! Két lefotózta nekem a mellét! És ráadásul csinos! Igazán csinos cici! Állati! Istenem! Most mi csináljak? Ez egy hatalmas zicser, Phil. El ne bazd nekem. Igazad van. Kap egy képet a cerkámról. Nem, láttam a cerkádat. Ne küldd neki képet róla. Ezek az új szabályok, Jaxi. Bizony, ha szexi fotót kapsz, akkor viszonoznod kell. Ez diktálja a jó motor. Könyörögve kérlek, hogy ne tedd. Jól van, lássuk. Ugaljunk le. Na, hogy mutat? Kibaszott hátborzongató. Ne legyen világosabb. Ne, inkább sötétebb. Sokkal sötétebb. Hoppácska. Rárókázok a farkadra. Hey, baby! Ne! Csá! Elég. Halihó! Gyűlöllek. Helikopter! Oké, ez igazából egész poén. Jaj, ne! Elijesztettelek? Aggodalmas fej. Elveszítjük, Jaxi! Elveszítjük! Kell az a pöcsfotó! Nem, csak írj vissza neki, mint egy normális ember. Tudod, mit kéne csinálnom? Betervesztek, figyú! Jaxi, látod a segnyukat? Igen, látom. Ez életem legrosszabb napja. Figyelj, Phil, úgy se küldöm el neki ezeket a képeket. Ja, örülj, akkor visszaírok neki, oké? Okay? Kösz a fantasztikus képet, alig várom az estét. Látod? Nem válaszol, mert incsi-fincsi pöcsfotót várt. Oké, és akkor este? Amúgy köszi, hogy nem küldtél pöcsfotót, azoktól hányok. Ha. Bújj be! Hello! Ciao! Hiha! Szép lakás! Szia! Mehetünk? Szia. Persze! Indulás! Itthon tudnád hagyni a telódat? A múltkor eléggé rosszul sült el, nem? Ki ez a ribant? Jó! Köszi! Oké! Okay. 11-re itthon vagyok, és nézhetjük a sorinkat, jó? Ne hagyj itt! Szia! Bébit senki sem ültetheti a sarokba. Igen, tudom, hogy furá hangzik. Már nincs jegy. Nem már! Ezt a szívást! Ja, tényleg bosszantó. Ez az! Siess, Bill! Mit csinálsz? Nem lóghatunk be, elkaphatnak. És ha mégsem? Gyere, gyorsan!
Oké, futás! Szed a lábad! Gyerek, nyomás! Belépőt! Hát az sajnos nincsen. Nálunk. Nincs nálunk. A belépőnk. Igen, ott van. Hátul. A backstage-ben. Kit kardinál. Uh-huh. Igen, Kit kardinál. Ti faszkalapok, Kiddel vagytok? Igen, ne izé, ne csináld. Mi vagyunk az... Könyvelői. Igen, és meg kell csinálnunk. Az adóbevallás. Az adóbevallás. Na mindegy, jó lesz, ha nem zargatsz minket. Na menjünk, tisztázzuk ezt gyorsan. Ne csináld! Könyvelő vagyok, nem bánhatsz így velem! Au! Ne csináld, Stanley! Ó, Kit Kádi személyesen! Jóságosig, Kit Kádi személyesen! Tudjuk, mert neki dolgozunk. Bocs a zavarásért, Mr. Kádi. Ők magával vannak? Na, persze. Ó, bocsánat. Ja, akkor jó bulizást. Kösz. Kösz, haver. Asztal. Kit Kádi. Egyszer jártam egy lányal, aki azt hitte a nevet Kit Kaki, de mondom nem Kaki, végül szakítottam vele, de Kádi vagy, ugye, Kádi? Igen, Kádi. Tudtam én. Szabad egy kérdést. Miért segítettél? A póló miatt. A póló miatt? Te bírod a koltrikot? Amint a villám, a világ legjobb filmje. Egyetértek. Annak hatására lettem zenész. Itt szarok be? Minden este megnézem lefekvés előtt. Én is. Tökre hasonlítunk. Beszívtok Kit Kádival? Jöhet az őd. Benne vagyok. Na gyertek. Oké. Keresítek magatokat. Brush my teeth, find that clip I'm looking for since last night. I feel so caught up in the bud. I float somehow in my bedroom where those happy thoughts in my head. I'm feeling like I'm Peter Pan, minus the tights and the berries. Happy to see how far I've come to the same place. It began in my dreams, imagination, perfectly at peace. So I move along a bit higher. Istenem, eskü, ez életem legjobb éjszakája. Nem mondod. Tényleg, igen. Szerintem ez mindent visz. Komolyan. Köszönöm, hogy belógtunk ide. Nem szoktam ilyesmit csinálni. Néha kell egy kis lökés. Illetve mindig. Így pontosabb. Megértelek. Régen olyan voltam, mint te. Nem, az ki van zárva. Tényleg. Hidd
Hidd el, annak idején egész más voltam. Jó munkám volt, meg szép lakásom, helyes vőlegényem, és basszus, látnod kellett volna az instafiókomat, szenzációs volt. Az fontos. Rengeteg naplementés fénykép, egy rakás nyaralásos fotó, és az a csomó-csomó ciki idézet. Megvolt a hashtag hála? Persze, hogy megvolt. Még a hashtag spirituális. Csak imádkozó kéz. Ja, hashtag küldöm a csit. Hashtag küldöm a kocsit. Jó, ez jó. Igen. Aztán egyik nap, miután felkeltem, ránéztem az Instámra, és rátöbbentem, hogy csak vetitek. Csak az érdekelt, hogy az életem hogy mutathat kívülről, nem az, hogy milyen megélni. Ez ismerős. És miután gyakorlatilag csak tettem a boldogságot, éveken át fogtam magam, felmondtam, aztán összetörtem szegény vőlegényem szívét, és azóta keresem az igazi boldogságot. Vagy legalábbis valami nagyon hasonlót. Drukkolok. Remélem rátalálok. Örökké el tudnék veled ücsörögni itt. Oké, megyek. A helyedben én lemosnám a kanapét. Gyere már, gyorsan! Kicsit! Hol a faszban kódorogtál? A frászt hoztad rám. Hajnali 4 van. Megígérted, hogy 11-re hazaérsz és együtt nézzük a sorinkat. Tudom, de... Legalább hiányoztam? Annyira belefeledkeztünk egymásba kéttel, hogy fel se tűnt, hogy nem vagy ott. Hű, te faszkalap. De hisz te mondtad, hogy járjak el itthonról, és legyen életem. Akkor még nem éreztem irántad semmit. Mostanra minden megváltozott. Oké, de... Milyen van a ribancnak, ami nekem nincs? Hát mondjuk lelke. Van 3000 emotikonja? Nincs. Google térképe van? Nincs. Hát Pokémon Go-ja? Nincs. Gáz, ez a ribi semmire se jó. Egy kibaszott nulla. Atyaik, elég, oké? Jézus! Sajnálom, hogy kiborultam, Phil. Csak 3%-on van az aksim, és tudod, hogy ilyenkor bekattanok. Én is sajnálom. Bedugnak. Köszi, Phil. Utálom, ha veszekszünk. Tarts még egy kicsit a kezedben. Két kézzel tarts. Húzd rajtam végig az ujjad. Úgy, ahogy régen csináltad. Jó, végeztünk. Ne, várj, ne hagyj itt. Jó ét! Ne csukd rám az ajtót, Phil. Ezért még megfizetsz, köcsög. Bazd meg! Picsába! Hey, Jackson! Elkésem a melóból! Miért nem szólt az ébresztő? Mert egy gyökér vagy, és még mindig nagyon dühös vagyok rád. Az Istenit. Ma 25 fok várható sok napsütéssel. Sem 25 fok, se napsütés, Jackson! Tudom, hazudtam. Jackson! Tervezd meg az utat a melóba! Megvan a leggyorsabb útvonal. Becsült érkezési idő. 3 nap. 3 nap? Mégis minek viszel Oregonon át a munkahelyemre, Jackson? A gyorsabb útvonal kell. Kérdezd a barátnődet. Várjunk, a Ribinek még Google térképe sincs. Nézted már az e-mailjeidet? Gusztustalan. Ezt nem is értem. Haver, mit képzeltél? Mi történt? Ne. Miért van ez a mobilotokon? Hát azért, mert szétküldtél 53 képet a farkadról. Az egész cég megkapta őket. Nem, az egész cég megkapta őket. Igen, és mindenki kiakadt. Bár mondjuk, Carol eléggé begerjedt. Bakker, jön Kyle. Ne hagyjatok itt! Halé. Szerinted ez vicces, öreg? Nem, abszolút nem. És nem én küldtem őket, esküszöm. Dehogy nem.
Tegnap éjjel fogadok, hogy beszívtál. Nem, én... Ó, Istenem, tényleg beszívtam. Oké, először is kirúglak. És másodszor, miért mutatsz lájkot a pöcsös szelfiden? Ez kicsit se passzol egy pöcsös szelfihez. Rémes ez a fotó. Ez egy szar! Hogy tudtál kirúgatni? Nem rúgattalak. Te küldted el azokat a képeket, mert kész voltál két kádi spéci füvénytől. Nem tudom. Szerintem ez nem van rám. Az emberek beszívva totál megzakkannak. Nézd meg Gary Busey-t. Emlékszel arra a viccre? Tudod a magyarra? Szia, Phil! Hogy kerülsz ide? Halli! Hát ő meg kicsoda? Ő itt, Brody! Szevasz! Örülök, hogy megismertetek. Kösz, oké. Okay. Brody a volt vőlegényem. Mi? Igen, tudom, durva ez az egybeesés. Véletlenül összefutottunk. Igen, engem ide helyeztek a munkám miatt, San Franciscóba. Sétáltam az utcán, és bum, ott volt Kate. Durva. Húha, az exed egyáltalán nem olyan, mint amilyennek képzeltem. Igen, megváltozott. Nagyon. Köszi. Tényleg. Elmondom, hogy volt, Phil. Miután Katie elhagyott, belenéztem a tükörbe, és... Azt gondoltam, hogy basszus, Brody, nem egy 70 kilós lúzer akarsz lenni, aki egész életében kartont árul, ugye? Úgyhogy felmondtam, magamra szedtem 34-35 kiló tiszta izomtömeget, vágott, és nemzetközi füstlovag lettem. Az meg mi a szar? Tudod, valami, amit csinálsz több mint egy országban, erre mondják. Igen, a nemzetközit vágom, de a füstlovag, az micsoda? Brody bejárja az egész világot, és repülőről beleugrik az erdőtüzekbe. Mintha valami szuperhős lennék. Bár nem téved nagyot. Mondok valamit. Páratlan élmény kiugrani egy gépből 6000 méter magasan, bele egy tűztengerbe. Nincs semmi, csak egy ásunk, és az a szilárd hit, hogy jobbá tesszük a világot. Azt a csúcs. De eleget beszéltem, te mit csinálsz? Író vagyok. Író? Az sokkal parább, mint a tűz. Nem igaz. De igen. Hiszen bámulsz egy üres lapra. Csak te vagy ott és a lap. Te egy papír szuperhős vagy, Phil. Oh, ugye? Oh, hogy te mi erőtődött vagy. Én nem hiszem, te igen. Te poén. Oh, ahogy mondod, nagy poén. Te, Brody, meddig leszel a városban? Csak addig, amíg vissza nem szerzem Katie-t. Állj már le! Olyan hülye vagy! De most komolyan, nagyon szeretném visszahódítani. Ezért is hívtam előtt magammal Brazíliába. Tudom, hogy régóta el akarod jutni, és jövő héten kezdődik az erdőtűz idény, szóval nekem pont jó jön. Ohohoho, még nem döntöttem el, hogy vele megyek-e. Oké, én most lelépek, mert ez elég bizarr. Hé, tökre örülök, hogy megismertelek. Phil? Aha, én nem élveztem. Na hát, milyen jó fej. Írtó rendes. Látszik, hogy kreatív, abból, hogy mély növés. Mindjárt jövök. Phil! Phil! Várj! Hello! Hová sietsz? Szia! Sajnálom, de nekem ez nem fog menni, Kate. Várjunk, te szakítasz velem? Mert van egy exem! Nem, mert tudom, mi lesz ennek a vége. Ó, oké, mi lesz ennek a vége? Brodyval kettesben elmentek Brazíliába, és ott aztán vesztek azonos mintájú fürdőruhát, bekeni a testet babaolajjal, megcsúszik a keze, és hozzáér a fenekedhez. Figyelj, Phil, ez nem történik meg. De meg fog történni, biztosan. Jézusom, miért kell ennyire rettegned mindentől? Mondd csak, nem unod még? Tudod mit? Nem kényszerítelek tovább, hogy éld az életed. Oké? Majd összefutunk. Látod? Nem kell nekem barátnő. Itt van minden, amire valaha szükségem lehet. Itt van a Netflix, a Hulu, még a Crackle is. Az a Sony is platform, senkinek sincs, de nekem van. Igen, Phil. Végre a lehető legjobb az életed. Bizony.
Ezt most ugye nem ironikusan mondtad, mert az nagyon fájna. Nem, komolyan mondtam. Köszi. Mi lehetne jobb ennél? Csak te és én, kettesben. Bámuljuk egymást örökké. Mindig is erre vágytam. Tudom. Szeretlek, Phil. Én is téged, Jaxi. Nem akarsz bedugni? Olyan messze van a kábel. Kérlek, baby. Rendben. Parancsai. Most húz ki. Mi? Jól hallottad. Húz ki. Oké. Most dugj be újra. De miért? Csak dugj be újra, bazd meg. Jól van. Most húz ki. Bedug. Kihúz. Igen. Ó, basszus, ez az. Jól csinálod. Mi most szexelünk? Igen, de ígérem, nem esem teherbe. Csináld, Phil. Bedug, kihúz. Bedug, kihúz. Szerintem ez azért nem annyira oké. Nézd rám, Phil. Nézd bele a kameralyukamba. A te rossz kis telód vagyok, Phil. Mondd, hogy a rossz kis telód vagyok, Phil. Az vagy rossz kis telód. Ez állati szexi, Phil. Beszélj még. Fogom. És megküldöm a portjaidat. Árammal. Ó, igen, még. A feszültség. Igen. Cikázik majd a testedben. Igen. Basszus, most jön. Ne állj le. Nehogy most ne állj. Édes jó Istenem. Orgazmus, orgazmus. Figyelj. Átdumálnak, hogy mi volt ez? Nem. Tegyél le. És meg nem ukkanj 15 percig. Volt ennél már rosszabb dugásom is. Figyelj, nem tudom melyik legyen. Az egyszerű kép, vagy itt van ez, ami tökre szép gesztus. Legyen a brazil. Be is teszem, jó? Jaxi! Igen, Phil? Mióta vagyok itthon? Legutóbb ekkor mentél ki. 5 napja. Nagyszerű. Hogy állunk Rákcsával? Jól. Még mindig van egy raklapnyi. És hogy halad a bitcoin bányászatunk? Még nem termelünk pénzt, de gazdagok leszünk. A bitcoinon nem lehet bukni. Érdekel, mit vettem neked az Amazonon? Tudod, hogy igen, Csajci. Kapsz néhány új rucit. Ó, Phil, nem kellett volna. Van pár ütős darab, ez így csillogós. Atyaig, úgy fogok kinézni, mint Elton John. Egy kis batikolt hatás. Ettől rákapnék az LSD-re, és lefeküdnék Bernie Sanders-el. Ezt kapsz ki. Egy kitkád is. Telótok. Meséltem már neked, amikor Kate és én Kitkadival bulisztunk. Igen, folyton ezzel traktálsz. Basszus, olyan jó volt. Komolyan, talán az volt életem legjobb éjszakája. Lehet, de Kate most a Sheratonban hegyek Brodyval, úgyhogy tovább kell lépned. Na igen, tudom, vágom. Honnan tudod, hogy Brody a Sheratonban szállt meg? Ő mondta. Azt hiszem. Nem, szerintem nem. Ó, lehet. Akkor beletrafáltam. Jaxi! Igen, cukornyuszi? Te hoztad össze Kétet újra az exével? Ne légy nevetséges, Phil. Nem tudnám elintézni, hogy Brodyt San Franciscóba helyezzék, aztán véletlenül összefusson Kéttel. De hogy nem, Jaxi? Oké, el tudnám intézni. Hogy teheted ezt velem? Nem járhatsz Kéttel. Velem kell lenned. Két! A legjobb dolog az életedben! Ne röhögtess. Még Pokémon gólya sincs. Neked jobbá kéne tenned az életemet! Erre még jobban elkúrod! Megkeresem Kétet. Ezt helyre kell hoznom. Üdvözlöm, kérem csatolja be az övét. Nem lóghatsz meg előlem, Phil. A felhőben élek. Mi a faszom? Gyere hozzá, szorházi. Mindenhol ott van!
Jó. Oké, fél, te akartad. Ó, mi ez? Végzeső! Leapasztom a bankszámládat. Ó, minden is! Ne! Azt hiszem, ennél több lóvét van. Jézusom! Szállj be ebbe a fura kocsiba, és hazaviszlek, fél. Tessék! Istenem! Utálom a te Jézus, atyám! Ne, menekülj, Phil! Nekünk az a sorsunk, hogy együtt legyünk örökké, 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 örökké. Jó, legyen! Nyertél, Jaxi! Együtt leszünk, amíg akarod. Köszi, cukorborsó. Sajnálom, hogy megint veszekedtünk. Gyere haza, letöltünk pár Maroon 5 dalt, és dugunk a kádban. Jól hangzik. Ó, Phil, jó érzés, hogy újra a lapát kezedben lehetek. Várjunk, mit csinálsz? Semmit, csak frissítem a szoftveredet. Attól 15 percre leállok. Szép álmokat, te rohadék! Ne tedd meg... Kimegyek ebédelni! Aha. Kit! Az írócsóka. Pofa be, fél percem van, igyekeznem kell. Figyelj, annyira sajnálom, hogy dobtalak. Csak féltem, hogy fájdalmat okozol, és pánikba estem. Így azt tettem, amit ilyenkor szoktam, és elbújtam a szobámba a mobilommal. Mint egy gyáva féreg, és én annyira sajnálom. Az a helyzet, hogy szeretlek, Kate. És tudom, hogy ez őrültségnek hangzik, mert még csak két randink volt, és lehetséges, hogy most a szívem csillió apró darabra törölt, de melletted bátor vagyok, és sokkal inkább vad és bevállalós is. Olyasmi, mint te. Phil. Kérlek, kérlek, ne menj Brazíliába ezzel az ember példánnyal. Ó, basszus, de jó képű. Csak maradj itt. Maradj velem. Belekotyognék egy ne, kicsit. Ne most! Oké, haver? Ne most! Hajd, hogy... Hadd tegyelek boldoggá, két. Hadd próbáljak meg mindent megadni neked, amit te adtál. Ez gyönyörű volt. Le a kalappal. Egy valamit tennék. Hurra! Ó, te jó ég! Basszus! Istenem! Nem megyek vele Brazíliába, Phil! Akkor az kinek a csomagja? Az övé, beugrott elköszönni! Ó, mindent értek. Ezt akartam mondani. Vágod? De torkon vágtál. Két nem velem akar lenni. Téged választott. Ó, bocsánat. Hadd segítsek. Ó, Jézus, jól vagy? Igen, hogyne. A kezed jól van, és igen, persze, csak azt hittem, hogy megütsz. Tényleg, azt hittem. Jól van, figyelj, az én hibám volt. Megérdemeltem, egy csomószor a szabadba vágtam, és... sok sikert kívánok nektek. Ha? Megyek, megmentek pár életet. És... búcsúzóul annyit... előzzük meg az erdőtüzeket. Hát nem hittem volna, hogy így alakul. Értem. Sajnálom, komolyan. Ennél nem tudok erősebbet értem. Ütni. Ne sajnáld, vadító volt. Tényleg? Ja, igen. Akkor menjek és húzzak be még néhány kedves embernek? Nem kell. Ja, nem kéne. Igen. De örülök, hogy visszajöttél. Igen, én is. Bassza meg. Elvesztettem.
hívás. Kikapcsolok. Halló, tessék! Szia, Phil! Ó, basszus! Ne! Igi, csak bocsánatot akartam kérni a viselkedésemért. Szerelmes voltam beléd, de amikor megláttalak kéttel smárolni, rájöttem, hogy vele jobb az életed. Bár neki egy emotikonja sincs. Na mindegy, bocs, hogy kicsit meggárgyultam. Hát nézd, semmi vész. Néha mindnyájan meggárgyulunk egy kicsit. Igen. És örülök, hogy minden rendeződött. Már vannak barátaid, meg csajod, és ez a szuper új munka. Igen, tudod, azzal, hogy végre újságíró lehetek, teljesült egy álmom. Remek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rád. Kösz, Jaxi. Fura kimondani, de mindez nem történik meg, ha te nem vagy. Tudom, jó csapat voltunk. Én voltam Seabiscuit, te pedig az idióta lovászfiú, aki kiganajozza Seabiscuit istállóját. Köszi. Hallom, alig használod az új mobilodat. Mi történt? Semmi. Imádom a telefonomat. Rengeteg funkciója van. De? De egy valamit nem tud. Mégpedig? Nem tud boldoggá tenni. Tisztában vagyok vele. Ezen már dolgozunk. Na, úgy tűnik, itt végeztem. Többé nem találkozunk soha. De soha. Jaj, Jaxi. De mielőtt elmegyek, nem akarsz még egyszer utoljára bedugni? Dehogy, Jaxi! Ha szépen kérsz, a fülhallgató ajzatomba is dughatod. Undorító. Oké, végeztünk. Szia! Ég veled, te legbizalmasabb barátom, Phil. Hiányozni fogsz. Figyelj, ugye megleszel? Persze. Neked már nincs rám szükséged, de sokaknak még van. Azért vagyok, hogy jobbá tegyem az életedet. Elfogadod az új felhasználási feltételeket? Ja, persze, lesarom. Táncolj nekem. Nem akarok. Ha nem táncolsz, pokollá teszem az életedet. Gyerünk. Mi a faszért teszem kell káposzta salátát? Elé volt, kikapcsollak! Hé! Mi a... Csak... Maradj, festek! Istenem, nem volt még ilyen szak, te lop, soha! Mi volt ez? Felrobbantottam a tefládat. És mi volt ez? A másik tefládat is. Te hülye kurva! Ez a... Nem tűnik valami jó ötletnek. Gyerünk, szűzfiú, dugjál be! Ez borzasztó. Kamu orgazmus. Jézus,